Nyolc forduló után csak a hatodik helyen álló négy vereséget elszenvedő tavalyi ezüstérmes, azt megelőzően megyebajnok Tolna VFC az idei negyedik vereségét szenvedte el legutóbb Bonyhádon, újabb rangadót elbukva. Királyházi Bence távozásával mindenképpen gyengülő, de az osztály szintjén még mindig jelentős játékerejű csapat kétségtelenül a várakozás alatti módon bukdásol, ami egyre elkeseredettebbé tette hétről hétre a nyáron érkező új edzőt Laca Tibort. Kívülről is látszik, nem működik úgy sem elől, sem hátul, sem a középpályán a csapatjáték, mint az elmúlt két évben, noha a kulcsjátékosok teszik a dolgokat. Csak hogy más tempóban, más lelkesedéssel a hibák, a ki nem kényszerített hibák gyakoribbak. A dicső, közelmúltat felidéző negyed, illetve fél órákat produkál a csapat, de még a nyelésre álló meccseket buknak el rendszeresen a végjátékban, vagy még előtte. Mint például a legutóbb Bonyhádon, már az első félidőben, s az egyébként vállalható 2-1-es vereség után Raca Tibor edző, ahogy mondani szokás, belefásulva a kulisszák mögött zajló dolgokba, bedobta a törölközőt. Azt gondolom, hogy az első 10-15 percünk volt, tehát azzal nem tudunk elszámolni, tehát olyan előnyt adtunk, ugye mi egy-egybe vezettük a kapusra a labdát, kihagytuk, aztán elkövettünk két olyan elvi hibát, amit már nem szabadna ilyen idős játékosoknak. Nem zártak úgy össze a védők, közöttük ugye be tudták centerezni, nem is tudom pont, hogy ez a Csigi. Igen, Ádám, Csigi Ádám. Igen, tehát az, hogy úgy ment el kettő között a labda, kettő között, ahogy nem szabadna. Tehát felnőtt szinten így nem szabadna elmenni a labda. Nem beszélve arról, hogy kettő az öt vagy három az öt elleni szituáció volt. És mégis meg tudták csinálni, lassan reagáltuk le. Raca Tibor nem akart a kamera előtt olyan munkáját nehezítő objektív dolgokról beszélni, hogy az edzés látogatottsága korábbiakhoz képest drasztikusan visszaesett, sok esetben a teljes felnőtt csapatnak csak a fele 9-10 játékos vett részt a gyakorlásokon, és sérülések is sújtották a csapatot. Miután csapatépítésről, erőtől dúzadó játékról, ami a buzás korszakban jellemezte a csapatot, lehet beszélni, lehet számon kérni is, de hétköznapokon ennek feltételei nem igazán voltak adottak, jegyezte meg, és mint kiderült, az elnökség sem őt teszi felelőssé a vártnál gyengébb szereplésért, menesztése nem is volt napirenden. Az edző mégis bejelentette távozását a Tolna kispadjáról. Többet kellene úgy együtt mozognunk, hogy csapatszintű gyakorlást tudjunk csinálni. Sajnos erre azt mondom, hogy az egész 3 hónap alatt nem nagyon tudtunk. Most kell egy jó edző, aki ezt meg tudja csinálni. Úgy néz ki, hogy ez nálam nem jött össze, úgyhogy ennyi. Mint a Szwéber Tamás klubelnök érdeklődésünkre telefonon elmondta, sajnálják, hogy a nyári kiválasztottjuk, Graca Tibor feladta ilyen korán saját küzdelmét a csapat egyenesbe hozására, az első nehézségek után a távozás mellett döntött. Mint megtudtuk, a téli szünetig nem szerződtett meg új edzőt. Addig a klub korábbi játékosa, jelenlegi edzője Izsák Géza ül le a csapat kispadjára, amíg hátralevő mérkőzéseken.